Se keze, se lába, Orbán Viktor megrázza. Mi az? Kiosztották az Oscar-díjakat. Itt van egy drámai kutatás az alvás hatásairól. Sokkoló hírek. Szar a magyar szinkron. Nézzétek, ezt mutatok egy ilyet. Csak gondoltam, nem titkolom el. Hogy nyugdíjas le. Úgyis a villamoson ott előadás volt, láttam, hogy valaki nézte, és nagyon tetszett neki az előadás, hogy megbasznak a BKV-n. Hát igen, itt egy 25 ezeres bírság. 25 ezer? Már 25 ezer. Mi a neve ennek a Simple abban van? Csomó BKV jegyem, aztán ezt mindig le QR kódozom, és most a Orsival jöttünk be pénzek, és elfelejtettem, mert dumálgattunk, és akkor nyilván, amikor elfelejti az ember, egyszer elfelejtem, akkor jön az ellenőr. Akkor azonnal ott bele diheg a nyakadba, hogy... És akkor én rájöttem, hogy már felnőtt ember vagyok, már nem kötözködöm, nem elszadok, hanem jó, ez van. Na, mi történt még? Kijött az új epizódunk, amit már kb. 100 000 ember megnézett, szóval köszönjük. Amúgy én örülök, hogy kijött, mert már fölöslegesen sokáig dolgoztunk rajta. Azért úgy fölöslegesen, hogy nem volt fölösleges a munka, csak ugye mivel első egy csomó dolgot most tanultunk meg, és következőnél ezt már le lehet egyszerűsíteni, és egyel gyorsabban kijönni. Ja, úgyhogy köszönjük, hogy ilyen sokan megnéztétek. A 100 000 nálam az egy lélektani határ, hogy onnan tudom azt mondani, hogy ez tök jó. Amúgy sokkal több kommentet, lájkot, meg ilyeneket hozott, mint egy átlagos fókusz csoport, ilyen szinten tök jó. Voltak kritikák, amik teljesen jogosak, de volt ez, ami meg azt mondom, hogy ízlés kérdés, az meg el tudom fogadni, hogy mondjuk ugye voltak ezek a VH-s kamerák, amik valakinek tetszett, és lejött, hogy igazából arra vannak, hogy egy kicsit egyfelől egyedi szint vigyen bele, másfelől meg így emberi reakciókat és momentumokat, testbeszédeket, nonverbális jeleket ki tudjunk vele emelni, ami hozzá tud adni. Valakinek meg nem tetszett, ez is rendben van szerintem, hogy ez, tudtuk, hogy ez nem mindenkinek fog tetszeni. De hát, ez... hát meg akinek nem tetszik, az egy tuskó. Az is érdekes volt, hogy nagyon különbözött, hogy ki mennyire érdekelt a téma, csomóan egyik vendéget nem szerették, a másikat igen, és valaki meg azt szerette, de más. Szóval így ezt szerintem ilyen szinten amúgy valahol ez a célja, hogy próbáltunk ehhez a témához különböző embereket megtalálni. Ugye ott van Szirmai Gergő, aki már nagyon OG youtuber, a legelejétől itt volt, Tatár Csill, aki a tévéből jött az internetre, úgyhogy így egy más világot is be tud mutatni. És Henry Kettnert meg azért is hívtam, mert amikor még ez rajzolódott bennem ez a koncepció, akkor így úgy gondoltam, hogy eleget kritizált, meg a Bandinál volt a Henriketlen, már eleget beszéltünk, a Bandival kibeszéltek mindent. Gondoltam, hogy érdekes lenne az, hogy Henriketner elmondja a véleményét is valahol, ami nem róla szól konkrétan. Meg tudtam, hogy szeretnék valakit, aki nem feltétlenül ért velem egyet. Mondjuk a tartalomgyártásról, vagy erről az egész világról más a vélemény, és szerintem ez színesíti. Volt, akik kivoltak, hogy milyen álszent dolog, hogy a Henriketlen meghívtam, de szerintem meg pont jó dolog, hogy olyat hívsz, akinek a munkásságát annól kritizáltad, és lehet, hogy más a vélemény. Szerintem ez kifejezetten jó dolog, nem? Nem tudom, akinek ezzel baja van, az valószínűleg sose szerette a Dragon Ballt. Hát abban van ez, hogy mindig akivel van a konfliktus, utána az is beáll a gengbe. Jó, hát ez most túlzás, hogy beállt a gengbe, de hogy igen, értem. Jó, nem, csak hogy valamikor ezt észre kell venni, hogy nem minden helyzetben. Tehát itt nem valami nemezisről van szó, akivel nem lehet kiegyezni, meg nem tudom, örökké ellenségek lesztek. Bazeg, ő is egy ember, akivel valamiben nem értettetek egyet, most meg leültetek beszélgetni. Most az Ékesen kiderült, hogy nem egy büdös tahó, meg mit tudom én, meg nem az van, hogy nem mond akkor semmit. Szerintem teljesen rendben volt ez. A téma az majd sokfajta téma lesz, szerintem ez a szép ebben a sorozatban, hogyha tudjuk csinálni, hogy nyilván az, hogy milyen három ember jön, az is lesz mindenkinél olyan, hogy egy rész nem érdekli, mert azok az emberek nem érdeklik, lesz olyan, hogy egy téma nem érdekel, szóval szerintem ez ilyen eseti dolog, hogy most lesz mindig három másik ember, és tök másik téma, teljesen legit, hogy valamelyik kombó nem érdekel. De hát jó esetben mindegyikből kijött egy érdekes beszélgetés, és Redditen már azelőtt szétszette valaki a műsort, hogy megjelent volna, azt szerettem amúgy. Én értem a Redditet, és szerintem ott biztos, hogy 10-ből 8 ember értelmes, de amikor már régen is mondtam, hogy ha ezek lesznek a hangosak ott, az ilyen értelmi fogyatékosok, akkor nem véletlenül lemegy a megítélés ennek. Meg hogy ilyenkor a internet mindig szereti, de nem csak most, amikor régen vendégek voltak nálunk, hogy mit képzelünk, hogy kivel vagyunk jóban, azt nekem állandóan megmondják, hogy ők szerintük vele kéne dolgozunk, vele kéne jóban lennünk, szóval ez ilyenkor már vicces. Bármilyen női vendég volt, ezt is megszakértették, bár itt jól van ez. Amúgy nyilván a nőket utálják a legjobban, ez már jó, de kiderült. De ez meg
értem. Borkát is kérdezték, hogy mi a szerepe, de már ugyanaz a szerepe, mint a Csokinak meg nekem, hogy dolgozik ezeken a produkciókon, csak mondjuk a Borka inkább a háttérben dolgozik, mi meg itt a pofánkkal is rontjuk az összképet. Nagyon sokat segít mostanában nekünk, amikor nem volt, csak összeomlottam volna, hogyha nincs. Értem, hogy valakinek a régi fókuszcsoportot szerette, a mostani meg már nem tudom, már olyan hülyeséget mondanak, hogy pont az, amit én kritizáltam, amit nem igaz szerintem. Nekem az zavarna, hogyha ugyanazt a stílust és ugyanazt a videófajtát nyomnám majd évek múlva is. Szóval nekem ez nem hiteles. Szerintem az hiteles, hogy csatornaként próbálsz fejlődni és kipróbálsz új dolgokat, ami nem mindig tökéletes, de jó idővel kifor. Nem ez egy sokkal hitelesebb hozzáállás, mint az, hogy 10 év után is, és mondok egy példát, az mennyire érdekes, aki gyerekként Minecraft videókat tolt, és 10 évvel később is azt tolja, és akkor az jobb. Nem tudom, biztos kijött egy csomó patch. Én azt gondolom, hogy tartalmilag fejlődni kell, és nem gondolom, hogy nekem kell ugyanazt csinálni, mint régen, hanem az, hogy majd régen egy ilyen vehemensebb kritizálást toltam, amit még fogok. Úgy érzem, a magyar YouTube az elég kicsi, úgyhogy nagyjából mindenkit megkritizáltam, akit meg akartam. Inkább ilyen más irányba szeretném a kritikáimat irányítani majd, de lesz még, főleg az ilyen áltudományok, meg ilyen álbizniszek irányába, de szerintem majd jönnie kell egy új fiatalnak, aki ugyanaz a tűzzel és fiatalos lendülettel tudja kritizálni ezeket a dolgokat, akár engem is. Nekem meg szerintem az a lényeg, meg mindenkinek, hogy fejlődjön, és nem mindenkinek ugyanazt a szerepet kell betölteni élete végéig, hanem ahogy fejlődik és nő az ember, úgy új szerepei vannak, és a fiatalok meg átveszik a fiatalosabb szerepet. Én ebben hiszek, de nem mindenki hisz ebben, úgyhogy ez rendben van. Nehezen veszi az ember, hogyha valami nem tetszik valakinek, de én azt látom, hogy a legtöbb embernek tetszik. Technikai dolgokban nem minden tetszett, azon majd csiszolgatunk, de most még nagyon sok izgalmas téma van, amivel nagyon sok izgalmas hármassal ki lehet beszélni, és valamennyire azt, hogy ilyen igényesen próbáljuk felvenni, az nekünk is szól, hogy érezzük, hogy csinálunk ilyen igényes dolgokat, és én azt érzem, hogy ez nem a rövid távú, meg azt is írta valaki, hogy csak azért csináltuk, hogy sok nézettséget szerezzünk. Ennyi volt a cél. Részben. Most amennyire a többi videó, de minden, amit csinálunk, azt szeretnénk, hogyha sokan megnéznék. De amennyi időt belefektettünk, 5 másik videót csináltunk volna közben, csak lehet, hogy annyira nem lettem volna büszke erre az 5 másik videóra. Az egyik az, hogy kusoljál, és menjünk ki a fesztiválra szétszexuálni. Olyan is lesz, emberekkel. Olyan is lesz. A másik pedig az, hogy nekem az jutott eszembe, hogy ebbe a műsorban ráadásul tanulni jöhetnek, Ádám. Kik? A vendégek. Tanulni tőled? Nem, hanem egymástól. Ja. Mert például ugye soha nem hallotta volna a Tatár Csilla a Harry Kettner véleményét. Meg a Szirmai is olyan dolgokat mondott, amiket nem feltétlenül rág így az emberek szájába az összes videójába. Nagyon érdemes amúgy eljönni ebbe a műsorba, hogyha valakit hívunk. Igen. Nagyon hasznos lehet, de amúgy tényleg szerintem lehet egy ilyen vonzata is ennek, hogy valaki néhány év múlva azt mondja, hogy hú, bazdmeg, tényleg itt beszélgettünk erről. De most nem az a cél, hogy ez a 3 ember, aki ott ül, hanem nyilván a nézők. Én értem, de arról meg már beszéltünk 20 percet. Jó. Nem tudom, különböző emberek beszélgetnek, az valahol azért hozzátartozik a fókuszcsoport szellemiségéhez szerintem. És tudom, milyen példát akartok hozni, nem? Pont gondolkoztam, hogy kiket lehet meghívni, akik tudom, hogy más véleményen vannak, de valahogy így a propagandistákat nem veszem ebbe, mert az inkább, és gondolkoztam olyan embereken, akik nagyon mondjuk politikában nagyon más vannak, de nem a propagandisták vonala. Nem lesz könnyű ezeket megtalálni. Ez tényleg akik hiteles arcok. Ez most nagyon mindennél jobban megmutatkozott a Hajdú Péternél, amikor benn volt a Jesszi a Zsoltival, hogy nem lehet beszélgetni, bazdmeg. Ja, mint hogyha ott se lett volna a Jesszi. És, ott volt, és mondott érdekes dolgokat. Hát mondott bődületes fasságokat, és fölhúzta magát, és egyetlen értelmes hang volt abban a stúdióban. Valljuk be, rohadt jó lesz a következő rész is. Hát akit terveztünk, az a 3-as, és a téma az eszméletlen jó lenne. De tök mindegy, úgyis jót fogunk összekukázni. Meg most Instagramon írtatok ti is. Amúgy a Patreonon most kiraktam a posztot, amiben lehet bármit kérdezni, és holnap felveszük a Patreon exkluzív epizódot, hogyha élőben, és hogyha vágban nézed, akkor ma felvesszük, és beszélgetünk. Mutatunk verk videókat, meg mindenféle, hogy hogyan történt a felvétel, meg a vágás, meg ilyenek. Nem késő még csatlakozni a Patreonhoz amúgy. Amúgy, ha már internet, akkor mutatok egy pozitív példát, nagyon viccesnek gondoltam. Kérdés az, hogy fókuszcsoport, jól van, ez egy Just With Me, Pampkutya, stb. Szeretnék én is barátkozni, bekerülni az irodába, hozzájuk dolgozni, ahogy látom, rengeteg videós és egyéb népszerű emberrel vannak jóban. Mondjuk nem tudom, itt tényleg mi a kérdés, itt kérdezte valaki, de ez, azt azért elmondhatom, hogy nem így megy, hogy csak így bekerülsz. Viszont van itt egy olyan válasz, ami meglepődtem, hogy mennyire értelmes válasz, és van tanulsága is szerintem. Ezek a népszerű alkotók vagy eleve
ismerték egymást, vagy már azelőtt is, hogy elkezdtek videózni, vagy azután ismerkedtek meg egymással mindenféle youtuber, influencer rendezvények vendégeiként, miután már befutottak, és mivel már ismerik egymást, jobban vannak, hasonló dolgokat csinálnak, ezért érdemes nekik összefogni és együtt vagy egymás közelében dolgozni. Amúgy azt hozzátenném, hogy már ismertük egymást régen, de mi már akkor ismertük mondjuk a pamkutyáikat, amikor mi még 6 lépéssel, szóval mi nem voltunk népszerű videósok, és amúgy pont ezen gondolkoztam el, hogy 6 lépéssel próbáltunk ilyen értelmes tartalmakat csinálni, és akkor biztos, hogy valamennyi frusztráció jött hosszú távon 5 év alatt, hogy nem lett túl népszerű a 6 lépés. Utólag visszanézve is látom sok hibát, hogy miért nem lett népszerű, de azért én szerettem a 6 lépés videókat, és aztán elkezdtem kritizálni a magyar YouTube-ot, és most meg már ott vagyok, hogy van egy közönség, amivel újra megpróbálom az értelmes videókat gyártani. Nem mondom, hogy a kritizálás abban fog maradni, de ez valahol úgy érzem, hogy egy ilyen fókuszcsoport kritizálás időszak az valamennyire biztos jött a frusztrációból is, amit láttam, hogy mennyi értelmes tartalom, nem csak a miénk, nem él meg a magyar YouTube-on. Most, hogy megvan a lehetőségem, nem szeretném ugyanazt csinálni, hanem újra megpróbálok értelmes tartalmat gyártani, csak így most már úgy érzem, hogy akár fenntartható is lehet, mert megtaláltuk a közönségünket. Szóval, ha te nem ismered őket már eleve, akkor vagy nekik kéne dolgoznod hozzá, vagy leginkább a saját videóid és ismeretséged régén meg kéne ismerned őket hozzá, hogy közéjük. Nem így válogattunk amúgy, hogy ki mennyi követője van, hanem emberek, akikkel jóban vagyunk, és mindenki, hogy mondjam, ez egy alapból egy magányos műfaj lenne. Most már nem, mert mondjuk a Csokival itt ketten ülünk, de hogy ti lehet, hogy megszoktátok, hogy bejártok ilyen helyekre, és akkor ott vannak a kollégák, és akkor együtt kávéztok, de amúgy egy csomó youtuber ugye otthonról nyomja, és jót tesz mindenkinek a társaság. Inkább az arról szól ez a komment, hogy az, ami szerintem egy fontos tanulság. Következő bekezdés. Ilyen közös alkotó közösségeknek nagyon fontos eleme egymás ismerete, bizalom egymásban, hiszen be tudnak egymáshoz járkálni, hozzáférnek egymás cuccaihoz, stb. Illetve az is nagyon fontos az ilyen közös munkánál, hogy a munkáról hasonlóan gondolkodjanak, inspirálni, vagy akár segíteni is tudják, akarják egymást. Fontos, hogy az ötleteiket megbeszélve motiválják, serkentsék egymást. Ha segítségre van szükségük, akkor ki tudják egymást segíteni. Ha megoldás kell egy problémára, akkor segíteni tudnak megtalálni. Ha rossz kedvük van, a másik fel tudja őket deríteni, ki tudja belőle rángatni. Ez te írtad, vagy valaki, aki itt tenni? Ne. Annyira bázzák, jókat ér, basszus. Van egy olyan elmélet, hogy mindenki az őt körülvevő 5 ember személyiségének átlaga. Ha mindenki pörgős, jókedvű, sokat dolgozik, kreatív, termelékeny, alkotó, jó üzleti érzéke van, stb., akkor ezek a tulajdonságok átlagolódnak. Szerintem ez így nem igaz. Az igaz, hogy az ember tud több lenni önmagánál csapatban, de... Amúgy ez szerintem igaz, hogy és amúgy ez érdekes. Ez átlag, az semmiképp. Nem az, hogy átlag, de hogy adódik, azt én is észrevettem, hogyha egy olyan közegben vagy, ahol azt látod, hogy mindenki próbálja nyomni, megcsinálja, az inspirálóbb, mint egy közeg, ahol mindenki búvalbaszott meg, nincs túl de sok inspirációja. Szóval ilyen szinten én is láttam, hogy milyen emberek vesznek téged körül, és erről még szól, hogy az azért hatással van, mert itt is, amikor mi elkezdtük, valaki jobban elkezdte nyomni, akár éppen most mi, amikor jól van, az így elkezdtük nyomni, akkor azért eléggé feltűnően több ember, több munkája ment bele a dolgokba, akkor az mást is megiklet, és több munkát rak be a saját dolgába. És szóval ilyen szinten én azt látom, hogyha egy közösségben mondjuk 4 ember nagyon dolgozik, akkor a maradék is elkezd inspirálódni, ha éppen neki olyan a korszaka van, hogy maga alatt van, de fordítva is. Szóval, hogyha mondjuk egy olyan közegben lenne egy irodában, ahol 6-an vagytok, és abban 5 ember mindig búvalbaszott, és izé, akkor te sem inspirálódnál. Szóval... Igen, bár ez szerintem egy nagyon egyedi helyzet, amiben mi vagyunk, mert itt aztán ez tényleg nem egy zéró összegű játék. Szóval tényleg úgy... Miért úgy gondolod, hogy cégeknél mindig zéró összegű játék? Nem, hogy... nagyon sok esetben az, igen. Nagyon sok esetben kollégák között kurva erős a kompetíció, és most képzeld el, hogyha mindegyik ugyanazt csinálja egymás mellett, és mindegyik nagyon próbál sikeres lenni, akkor egy idő után a MLM-esek? Hát akár az MLM-esek, de akár valami ingatlanosok, mit tudom én? Bármilyen olyan területen, ahol mint egyén árulsz valamit egy cégen belül a piacon, ott valahol egymásnak a kompetítora is vagytok, igen. De itt mi is? Ugyanúgy áruljuk a videókat. De mi meg igazából nem, mert hiába véges az embereknek az ideje. Azt tudjuk, hogy meg tud férni egymás mellett egy pamkutya, egy Just Weedman, meg egy fókuszcsoport videó. És hogyha mindenkinek százal több, nem tudom mit, sampont, akkor nem gondolom, hogy más nem tudná eladni. Azért az 10 millió ember is elég nagy piac.
Hát igen, akkor jó, akkor az MLM az lehet, hogy nem egy jó. De az MLM is nagyon jó példa, mert csak egy bizonyos mennyiségű embert lehet átbaszni ebben az országban, de az ingatlanok is, hiába van mondjuk sok ingatlan, nem tudom, amit meg akarnak venni az emberek, meg sok pénz, amiért meg akarják venni. Azért, hogyha valaki elad egy lakást, azt már nem adhatod el. Itt viszont, hogyha valaki megnéz egy másik videót, az még megnézheti a tiédet. Ja, jogos, de amúgy attól még nagyon sok munka van, és szerintem ezen gondolkoztam el, hogy valamennyire igenis fontos, hogy megvizsgálni a közeget, ahol vagy, hogy ez mennyire inspirál, mennyire húz le, de nem csak a munkahelyi közeged, a barátaidat is. Jó, hát mindegyik mindig gyűlöli az életét, lehetsz te a pozitív, aki próbál mindig inspirálni, de be elfáradna az ember. Ha mondjuk barátaim nagy része mindig negatív lenne, és állandóan csak utálna mindent, akkor még az is lehet, hogy én lennék az, aki próbálna inspirálni, őket, de az hosszú távon belefáradsz. Miről beszélsz, Adam, ezt csináljuk. Gyakorlatilag leírtad a féregjárást. Orbán Viktor, ahol van hit, ott mindig van remény, fotó. Nincs itt a fotó. Nem tölti be. Hát ez nagyon jó. Megnézzük az Instagramot. Az a lényeg, hogy Vujicic, vagy mi? Trutko? Nick Vujicic Trutko? Nick Vujicic Trutkoval találkozott. Nézd. Megölel. Hoppá, van videó. Hát köszönjük kell nézni. Szegény Nick Vujicic, biztos átment már nehéz dolgokon, de egy összezárva az egész Fidesz-szel, az meg imádkoznia kell, az is biztos megpróbál, embert megpróbáló dolog. Ráadásul ugye ebbe a Rádai házba vitték el, ami ahogy látom, ez az a reformátusoknak elkótyavetyélt épület, amiben ugyancsak belement az adófizetők néhány milliárdja. De nem baj, erre jó volt, hogy ott megrázza egy kicsit ezt a szegény embert. Mondjuk a Nick Vujicicról nyilván eltorzított a képem a Puzsér Ordi bálása annól, amit még fiatalként hallgattam. Mit lehet tanulni ettől az embertől? Mit kéne tanulni tőle? Vagy mit kéne megértenünk? Az, hogy nem muszáj belehalni abba, hogy se kezed, se lábad nincsen? Nem volt vele elégedett, igen. Hát igen. Ez egy Nick Vujicic és egy Szabó Péter valahol, ugyebár. Amúgy tényleg nekem ez a motivációs előadás, előadók az alapból egy nagyon fura műfaj, egy motivációs előadó valaki. Oké, az nem tudom, de hogy örülök, hogy az Orbánék tudják, hogy milyen rétegre kell ülni, és akkor ott az Orbán is körbe hordozhatta egy kicsit, hogy jaj, erő és béke, meg izé. Á, nekem ez álságos. Én bárcsak ez lenne a legnagyobb problémánk, hogy Orbán Viktor Nick Vujicic-sal. Nem érted, milyen áldott jó ember? Úgyhogy most már jó ember de, az Orbán. Ja, hoppá, tényleg, jó emberkedés. Amit mindig mondanak a mindenféle kormánypropagandisták, hogy itt ha nem kéne talán jó emberkedni, tessék. Most a Viktor itt jó emberkedik, ezzel nincsen probléma. Ők mind jó emberek. És legalább úgy csinálnak, csak amikor már tettek vannak, akkor már nem olyan egyszerű a jó emberkedés, ugye? De nem látod. A nagy szavaknál én is jó ember. Legyen béke, legyen mindenki gazdag, legyen minden jó, csak ugye legyen minden jót, azt tudjátok, hogy ki tudná itthon megoldani egy kétharmados kormány, mondjuk. Hát meg tudnák, hogyha ugye nem lenne ott a háttérhatalom, jó, meg a Soros György. Elég csak mondani, hogy legyen minden jó. Meg a buzik. Kiosztották az Oscar, direkt nem néztem meg, hogy ki nyerte, úgyhogy mert csak így segít nekünk. Azt ígértem két hónapja, hogy megnézem az összes Oscar filmet, hogy itt aztán tudjunk beszélgetni róla. Hát én szeretnék este filmeket nézni, de néha, amikor így lefektetésen mindennel végzel este 9 után, nincs erőm sokszor filmet nézni. És az se segít, hogy mostanában a filmek 2-3 órások. És akkor neki kéne kezdeni 9 után, úgyhogy reggel kelek 6-kor. Azért próbálkoztam, de majd a jövőben még azért megpróbálom bepótolni az összes Oscar filmet, és akkor minden részben elmondani, hogy mit pótoltam be, és mi a véleményem róla, hogy érdemes-e megnéznetek. De akkor nézzük a 10 jelöletet a legjobb filmre, és akkor elmondom, hogy melyiket látom. Láttam, és megtippelem, hogy ki nyert. Tár. A Tárt azt nagyon meg akartam nézni, de még nem került sorra, az is egy ilyen 3 órás film, sajnos ezt nem láttam, de én arról jókat hallott, megosztó dolgokat. Azt mondják, hogy a Me Too-t egy kicsit árnyaltabban mutatja be, mint a szokásos, és ezért vannak, akik kivannak, de érdekel. Elvis. Nem láttam, az is 3 órás, de azt is meg szeretném nézni, igen. Avatar.
Sajnos láttam. Nem unatkoztam a moziba, bár nagyon kellett pisilnem a végre, az is 3 órás. Miért minden film 3 órás már? De szerintem azért a legjobb film az túlzás, mert technikailag lehet, hogy 1000 éve várnak rá az emberek, meg technikailag jó dolog volt, de hát kicsit azért túlzásnak találom a legjobb filmre jelölve lenni csak ezért. Mert amúgy, mint film, hát nem volt. Nagyjából a hype meg a bevétel az, ami miatt ez ide kerülhetett. Szerintem a, hát igen. Ja, meg hát ugye a korrupció, de hát ez más kérdés. Amúgy érdekes a Babilont, azt nem, azt hittem jelöltek. Én az, a Babilont, azt csomóan utálták. Én a Babilont előbb jelöltem volna a legjobb filmre, mert ott bár nem egy tökéletes film, de rengeteg fantasztikus és jó tulajdonsága van, és szerintem sokkal emlékezetesebb film, mint az Avatar. Jó, nekem ez a rendező amúgy is a gyengém, nem a kedvenc filmem tőle, de a Babilon az szerintem tipikus az a film, ami 10 év múlva kultfilm lesz. Ezt most elmondtam nektek, és majd 10 év múlva lehet ellenőrizni, hogy igaz-e. Oké, nyugaton a helyzet változatlan. Sajnos nem láttam. Még én sem, pedig ezt ja, az érdekel. A régiket láttam. Fabelman család. Nem. Látod? Nem láttam ezt sem. Azért. Jó, a szomorúság háromszöge. Nem. A sziget szellemeli. Azt láttam. Ezt szerintem az nyert. Nem, szerintem soha ki lesznek akadva, hogy nem. Ez egy olyan, a Sziget szellemei, ami tényleg egy, imádom azt a rendezőt meg az írót, és amúgy egy emlékezetes film. El tudom képzelni, hogy az nyert amúgy, de menjünk tovább. Jó, Woman Talking. Azt nem tudom, az itthon nem vetítik, és a enkoron sincs fel, úgyhogy akartam volna, hogy tudom megnézni. Top Gun Maverick. Azt láttam, és tudom, hogy nagyon sokan el vannak ájulva tőle, és nem unatkoztam a film közben, élveztem a filmet, baromi jók voltak az akciójelenetek tényleg, de így a film fele az volt, hogy egymásra néznek, így néznek egymásra, és megható zenem. Az a nagyon amerikai, az a nagyon Hollywood, amikor tipikus mondatokat elmondják, hogy jaj, vissza kell térni, majd utó. Nem az a kedvenc. Tudod, ezek a tipikus, hogy mennek küldetésre, hogy mit akartál mondani? Visszajövünk és megbeszéljük, még visszatérünk. Szóval tele volt ezekkel, amikor így kicsit már túl van tolva ez a... Szóval élvezhető film volt, csak nagyon amcsi. Jó, minden, mindenhol, mindenkor. Na, azt imádtam. Én annak adnám. Nagyon fura film, de annyira üdítés friss volt, és annyira imádtam, hogy azóta hatás alatt vagyok ilyen szinten. És ki nyert szerinted? Hát én a minden mindenhol szeretném, hogy nyerjen. Gratulálok. Az nyert. Az nyert? Ah! Nem gondoltam volna, hogy odaadják neki. Na, legjobb férfi főszereplő. Brandon Fraser. A bálna. Ő nyert. Nem volt nehéz megjósolni szerintem. Austin Butler, Elvis, Colin Farrell, a Sziget szellemei. A Colin Farrell nagyon jó volt amúgy. Hát a Brandon Fraser ez nem egy, az szerintem lázadás lett volna. Az internet kedvence Brandon Fraser, úgyhogy biztos volt. Skandalum lett volna. Hát biztosan kirettek volna egy. Mondjuk azért a Colin Farrellnek is kiárna már. Amúgy azt hozzátenném, hogy nyilván senki se veszi komolyan az Oscart, röhely az egész már szerintem, de ez egy tök jó alkalom, hogy beszélgessünk egy kicsit a filmekről. Legjobb eredeti dal. Az a lényeg, azt szerintem spoileres, és ez megnyert az RRR, mert a barna berakott valami. A Natu nyert, végre van igazság a Földön. Natu az tök zseniális. Zseniális. Nem lett volna igazság a Földön, hanem az nyer. Jó, legjobb női főszereplő, ami ugye a legjobb főszereplő hát az. Hát a két Blanchett nyerte? Nem, de ő is jelölve volt. Akkor azért nyert, aki a mindenholban volt. Igen. A legjobb animációs film. Én azt mondom, a Puss in the Boots-nak adnám, de nem az nyerte mi. Nem az nyerte. Szóval van még a tengeri fenevad, Pirula Panda és Pinocchio. Pinocchio nyert? Igen. Figyelj, ezek szerintem mindenhol, mindenkor az megnyert egy csomó dolgot. Én annak örülök. Szerintem az egy megosztó film, és nem egy olyan egyértelmű, és ez szerintem jó dolog, hogy egy ilyen is tudott nyerni. Mi moziban néztük, és akkor nem tudtuk, hogy ez mi lesz pontosan, és teljesen hatás alatt voltunk, hogy mennyire beteg, és mennyire úgy tud teljesen beteg lenni, mint valami 2 órás Rick and Morty epizód, hogy közben tényleg érzelmileg is rendben volt, hogy érzelmi hatás is ki tudott váltani. Nem csak volt egy erős, hogy mondjam, alapja, ami egy érzelmi töltetet adott neki, és nem csak össze-vissza hülyeskedtek, szóval szerintem nagyon jó film. Amúgy is a Kurzweil-es elmondta, hogy hogyan adogatják ott az izéket, az Oscar-díjat. Hogyan? Nem tudom, ugye volt, amikor a feketék kapták, akkor volt, amikor az indiánt játszó fehér kapta a fajveszternek világában. Meg szerintem amúgy a modern korban, de ez a Grammy-nél meg még inkább jellemző, hogy szerintem a mai fiatalok valahogy kevésbé veszik már komolyan, kevésbé van ilyen presztízse ezeknek a dolgoknak, és már kapálózik az Oscar meg minden, hogy releváns maradjon, de régen ennek sokkal nagyobb presztízse volt. Egy Oscarnak, egy Grammynek, vagy bármi ilyesminek. Így érzem, hogy az új generáció ezt már nem annyira érdekli.
nem annyira szempont ez, ami nem rossz dolog szerintem. Nyilván az Oscar az nagyon Amerika központú, és már szerintem ettől is kivannak az emberek. Szóval annyi jó film volt az előző évben, és komolyan azt gondolja bárki, hogy a legjobb 10 filmben benne volt az Avatar. Vannak filmek, amik fönt vannak a listában, hogy tavaly mennyire jók voltak, és mennyire sokan imádták őket, de semmire nem jelölték itt őket. Sajnos itt Decision to Leave, elméletek fantasztikus film, semmire nem jelölték, de az Avatar az ott van, mert van egy olyan gépezet mögött, ami el tudja oda juttatni. Meg mivel szavazáson múlik, ezért nyilván valami, ami mindenkivel szembe jött, az hamarabb fog bejutni, mint ami kevés ember jött szembe, de mindenkinek tetszett. De mindenki szavazhat? Nem. Hát nem az akadémiai tagok. Elvileg értenek. Nem, úgy van, hogy akik filmezéssel foglalkoznak, érdeklik őket a filmek, nem hát feltétlenül igen, csak elmennek egy mozit megnézni, akkor az az Avatar lesz. De amúgy somószor feltételezheted, hogy attól, hogy valaki filmezéssel foglalkozik, még nem nézi meg az összeset, hanem aki már nyert Oscart, az már benne van az akadémiában, és akkor első körben elméletileg a saját kategóriádban szavazod meg, és utána már mindenki szavazhat. De attól még, hogy valaki filmes, még nem nézi meg az összes filmet, hanem előkapja aztán, hogyha valamelyik ismerős neki, arra rászavaz egy csomószor, és ez probléma. Hát volt egy ilyen videó, hogy valaki Grammy-díjat nyert egyszer csak jelölve volt Grammy-díjra, azt hiszem, egy számmal, egy ilyen retek számmal, elektronikussal, és mindenki nem értette, hogy lehet, hogy Grammy-díj volt jelölve, de hogy szétreklámozta magát azok körében, aki tudja, hogy szavazott, és bekerült a jelöltek közé. Avicii meg ilyenek mellé. Legjobb elektronikus kategória, miközben senki se tudta, hogy ki ő, csak egyszerűen tudta, hogy kell marketingelni magát. Szóval ennyire kijátszható a rendszer valamennyire. Egy fontos hírrel kell szolgálnunk, amit a nőnapi híreknél nem néztük meg, méghozzá. Elsodorta ezt a hírt. A Femme Café híre, ami ünnepeld magad nőnap alkalmából, így maszturbálja horoszkópot szerint. Elmúltam 18 éves. Sokan isznek a horoszkópban, sőt, egész életüket annak rendelik alá, mit mond a jövőkről a csillagok állása. Isten óvja őket, bazzeg. Mindegy, boldogok a lelki szegények, ugye? Mivel már szinte mindent megmondanak a csillagaink, miért éppen azt ne tudnánk, hogy lesz nekünk a legjobb, ha egy kicsit eljátszadozunk magunkkal? Femme Café, azt bele tud nyúlni. Nyilván a csillagoknak kell ezt tudnia, nem neked. Igen, a csillagoknak bármit jobban kell tudnia, mint neked. Akik amúgy, amilyen kozmikus mozgások vannak, sokat nem változik az életedben amúgy az állásuk, de igen, a minden nap más mondanak neked. Most pedig dől hátra és hagyd, hogy a csillagok vezessenek utadon a csúcsig. Hogyha kos vagy, akkor mérd le, mennyi idő alatt jutsz a csúcsra, majd legközelebb próbáld meg megdönteni a saját rekordod. Ez mondja? Ennyi? Az, hogy vert ki kétszer, bazdmeg. Nem az, hogy gyorsabban, egyre gyorsabban. De most ez lehet, hogy nőknek szól, mert Femme Café. A férfiaknál azért ez lehet, hogy egyszerűbb ez a döntés. A földjegy szülöttei érzékiak. A bika szereti az élvezeteket, ugyanakkor mindennek bőven hagynak időt. A tökéletes hangulat alapkezékei a puha paplan, a gyertyák és egy tökéletes minőségű játékszer, ami a csúcsra juttat. Hát, miért fontos, hogy gyártják, amikor egyedül vagy? Akkor most ennyit mond, hogy valami játékszerrel nyomjad? Vagy mi? Az, hogy kerülj hangulatba. Ikrek? Kíváncsiak és szeretik a szellemi és mentális izgatást. Szükség van előjátékra a szex előtt. Csak hogy itt most a maszturbálásról van szó. Akkor a kommunikáció és játékosság iránti igényedet egy kis sextinggel alapozhatod meg. Pár pajzan SMS. Már is könnyebb az út a csúcsra. Jó, akkor a ikrek gyorsan küldjön valakinek pár pajzán SMS, miatt elkezd maszturbálni. Akinek legutoljára beszéltél. Igen, a kormányablaknak. A jegyszületei leginkább egyedül szeretnek lenni, és meglehetősen félinkek. Vízi jegyként próbálj ki egy forró fürdőt. De ez nem asztrológia, hanem rák, az vízben van, nem? Aha! Ízóolaj, egy vízálló vibrátor, tökéletes. Reform, geci, várja az oroszlánnak, mit fog mondani, hogy szeret a napon feküdni? Na mindjárt kiderül. Napon feküdjön? Készek valami? Vadak, mert oroszlánok, tudod. Oroszlánok. A vadak, készíts magadról videót, miközben maszturbálsz. Vegyél fel szexi fehérneműt, hiszen itt minden a luxusról szól. Hát fehérneműben azért nem... Nem találtam volna ki. Már a szűznél mi lesz? Fel a videóra. A magány és a megszokás emberei. Az letisztult, egyszerű, praktikus lévén intézd el magad a zuhany alatt. Használd a kezed. Én azt hittem, a lábát kell használnia. Ők semmit sem szeretnek egyedül csinálni, de fontos nekik az esztétikum. Próbáld ki, hogy egy másik ember előtt nyúlsz magadhoz, vagy egy páros játékszert használsz egyedül. A BKV. Skorpió. Rendkívül hevesek,
rejtélyesek is. Igen. Vannak, akik mindent ki akarnak próbálni. Próbáld meg, hogy nem csak a puncidat, de a fenekedet is izgatod önkielégítés közben. Hihetetlen! Ezt azt mondom, hogy ez legalább egy jó tipp, hogy próbálja ki. De ez bármelyik, bárkinek egy jó tipp lenne, bazd meg, nem? Azt, hogy ezek közül te melyiket akarod megcsinálni, igazából csak ennyi a lényeg. De hogy ez hogyan kapcsolódik ezekhez a jegyekhez? Csokkár, nem értesz az asztrológiához, ja. Majd megmondják. Nyilas, kalandozó természetük miatt spontánok, optimisták és kísérletezők vagytok. Próbáljátok ki a hordható vibrátort, vagy egészen takarod. Nem biztos, hogy ez kényelmes, amúgy. Én nem vagyok nő, de nem tudom elképzelni, hogy egész nap benned van, és csak így bekapcsolod random. Szerintem ez attól, hogy nyilas vagy, még nem biztos, hogy ez egy komfortos dolog. Mi bak, az szeret izét répát rákcsálni? Megdolgozik a sikerén. Játszadozz magaddal, húzd az élvezésig, majd hagyd abba, aztán ismét irány a csúcs. Majd pont az orgazmus előtt állj, de ezt ismételd addig, amíg már nem bírod tovább életed legjobb orgazmusával. Ez egy tipp, amit a többieknek miért nem tudtak adni? Ez a túráztatod magad? Nem szeretnek magad dolgozni. Vízöntő szeret vizet önteni? Igen. Jöhet minden, ami nem szokványos. Elutasítasz mindent, ami megszokott, ami rutin. Keresse neten felnőtt filmekre, de koncentrálj a csoportos jelenetekre. Csoportos jeleneteket én is tudom ajánlani, csak ne legyen benne lány. Okay. Halak, nézzük, utolsó. Romantikus, érzelmes, titokzatos, az már volt. Okay. Keresnek mindent, ami álmodozásba taszítja őket. Használj masszázsolajat, hogy minden sem. Hát mennyivel unalmasabb, mint a csoportos szex. Én már elvesztettem az érdeklődésemet ebbe úgy, ahogy van. Ez... Milyen csokker, mi bajod van? A nők nem maszturbálnak, csak a ocsmány férfiak, vagy mi? De maszturbáljanak, de ez milyen cikk volt már, bazd meg? Várja, van nőnap, mit szoktunk kiszarni? Mit szoktunk csinálni a nők? De amúgy lehet, hogy valaki tényleg itt hall először mondjuk ilyen dolgokat, és hogy akkor azt mondja, hogy igen, hogy bázzak, kipróbálom. Akkor nagyon jó, tényleg. Azért ez egy viszonylag alacsony szint, ahol ez a cikk bárkin tud segíteni. Szerintem bármi, ami asztrológiával foglalkozik cikk, az egy viszonylag alacsony szint. Szóval most... Mondjuk az is igaz, igen, hogy elég buta emberek lehetnek, ugye nem, akik ott akkor ezt jól olvasgatják a fennkafét. Biztos vannak nézőink, akik hisznek az asztrológiában. Most már akarod őket sérteni? Én szívesen megsértem őket helyetted is. De az asztrológiának is nyilván van valami alapja. Nincs. Vannak csillagok árnyalatban. Ja, az alapja, igen. Pont annyi tudományos alapja van, mint a vonzás törvényének meg ezeknek. Szerintem annál azért több, mert ezeknek a csillagoknak tényleg van mondjuk gravitációs tere, meg nem tudom, amik... Hát a csillagoknak van, nagy komplex de az rendszer. Már nincs ráthatással, bazzeg, egy másik csillag, bazzeg. De nem tudhatod, azért... nyilván, de nyilván a Földre valamilyen milyen messze hatással... vannak az egyéb csillagok a tudom, naphoz képest? Ilyen 100 meg 1000 fényévek. De... Csokker, ne idegeljél már hülyességét, de ne is folytasd, mert ebben ezt hagyjuk, jó? Ádám, most úgy teszel, mint hogyha nem lenne hatással rád, ahogy egy pillangó meglibbenti a szárnyát a Föld másik oldalán. De ez legalább a Földön van, nem 100 millió fényévre, bazzeg. Kusoljál, múltkor is láttam a Jupitert, bazd meg. Ja, igaz. Hol? Hát ott volt fönn az égen. Egyszer csináltassunk már egy olyan horoszkópot, tudod, amikor meg kell mondani, hogy pontosan mikor született, és így megmondják, ez a horoszkóp az arra épít erre a kognitív dolgaidra, hogy mondjuk azt mondják, hogy jó napod lesz, és hogyha egyszer tényleg jó napod lesz, miközben elolvasod a horoszkópban, hogy jó napod lesz, akkor ezt húzod rá, hogy a horoszkópban leírták, hogy igaz. Szóval így az ember szelektív azokkal a dolgokkal, amit a világból megtapasztal. De mindegy, bele sem menjünk. Van, akinek megkönnyíti az életét, és az már úgy tök jó. De mondom, Ádám, csináltassuk már meg egyszer a horoszkópunkat, ezt a kurva pontos horoszkópot. Engem nagyon érdekel, és akkor utána vezessük le, hogy mi az, ami ebből bejött, mi az, ami nem. Hát bazdmeg, úgy vannak megírva, hogy mindig bejöjjön belőlük egy csomó, bazdmeg. Hát ez a bullshit tudomány, ez a bullshitnak a bullshitje. Ez a bullshit ipar egyik iparága. A bullshit, mi a faszom a neve ennek az idő? Bullshit Strutko. Bullshit Strutko, akivel az Orbán... Mik bullshit? Az. Ez a motivációs adók, horoszkóp, ezek mind a bullshitek, bullshitei. És arra épülnek, hogy eladják a bullshit. És szerinted nem létezik Nick Vujicic? Van keze meg lába? Van. Azt akarod mondani, hogy igen, igazából mindig leszedi őket, amikor Orbánnal találkozik. Na mindegy, én azt mondom, hogy a horoszkóp azt mondja, hogy mi holnap itt leszünk. Ma a kérdés már csak az. De az Ádám, ezzel validálod a horoszkópot, mert mi holnap valóban itt leszünk, kurva életben. És ti itt lesznek. Nem is sikerült elmondanom, bazd meg Ádám.